rágógumizni és sekszétrúgni jöttem. Sajnos a rágógumiból kifogytam, úgyhogy marad a sekszétrúgás. Tengerbély tiszteletem, kedves barátaim, én Oszkár vagyok, és ez itt a Heretik végigjátszásom következő része. Ugye az előző epizódban, a harmadikban kihagytam a Secret pályát véletlenül, és hát ezt most pótolni szeretném. Méghozzá a pályaléptetés kóddal, ugye Engage 39, ezt kell majd beírni, ugye a harmadik epizód 9. pályája az a Secret pálya. És akkor váltok is gameplay üzemmódra. Lépjünk be a játékba, bala. Aztán közben mondtátok, hogy a fegyvereket még nem demonstráltam. Úgyhogy ezt most meg is fogjuk tenni. Na tehát akkor a harmadik epizód, Black Plague Pass SSD, és akkor Engage 39. Igen. Na. Hát kíváncsi leszek. Ja, várjál, nehogy felülírjam. Secret level, ez lesz akkor a izé. Oké. Okay. Na. Úgyhogy, mielőtt még ugye belemerülnék, szeretném bemutatni nektek érdekességképpen a botot. A bot a heretik alapvető közelharci fegyvere, heretikusok, amelyet szúró mozdulattal használnak. Ha a pálcával szúrsz egy ellenséget, az 5 és 20 sebzést okoz rövid távolságból. Hogyha egy hatalom könyvével használod a botot, akkor kék aura veszi körül, amely 18-81-re növeli a sebzést. Ez a fegyver szellemek ellen használhatatlan, még akkor is, hogyha erőüzemmódban használjuk, és hát itt lehet látni róla egy képet. Hát igen. De egyébként, igen, nem tudom, hogy most ez a pálya milyen kihívást fog rejteni, mert ugye az előző pálya, a negyedik epizód első pálya, az eléggé húzós volt azért, így alapfelszereléssel indulva, és ott látom is, hogy vannak ilyen kígyó harcosok, úgyhogy hát én nem is tudom, hogy merre induljunk először. Hát úgy látom, hogy ott van a nyílpuska, azt meg kell akkor szerezni. Ajjaj, oké, na ez igen, nem lesz könnyű, ahogy elnézem. Nem is tudom, hogy... Az a baj, hogyha azt kinyitom, akkor ugye rám támad az összes. Lehet, hogy azt kéne, hogy először erre elmegyek. Itt nincs semmi, de innen viszonylag nyugodtan le tudnám kempelni ezeket. Hát mondjuk nem biztos, hogy lesz annyi töltényem, de... Megpróbáljuk. Aha, hogy onnan is lőnek, értem. Megpróbálok én infightot kezdeményezni. Nem sikerül igazából. Mindegy, de legalábbis meggyengítjük ezeket. És akkor most megpróbálom felvenni ezt a cuccot. Na, így talán jól sikerült. Sikerülni fog? Haha.
Halleluja. Hú. Igen, taktikusnak kell lenni. Szerencsére itt azért vannak most nyilvesszük dögivel. Ja, hát igen, egy bag of holding az jól jönne. Mondjuk, várja. Háj, ez nem jól sült el. Ez az. Megvan. Van a sárga kulcs is. Plusz egy pajzs, nagyszerű. Na valami titkos. Akármi, esetleg itt. Valószínűleg a túloldalon lesz. Igen, van itt egyébként egy ilyen vas Iron Leech, nem tudom ezt. Ujjaj. Nem ártana kiiktatni, hogy ne ott azon a szűk folyosón kelljen megütközni vele, de megnézzük, hogy itt mi van. Semmi jó. De úgy látszik, hogy egy kis infightot sikerült eredményezni. Kezdeményezni. Igen, hát nem könnyű ez a pálya sem, de azért a negyedik epizódon érezhető, hogy már nagyon elszállt a fejlesztőknek az agya. Nem tudom, hogy ezt eredeti fejlesztők rakták össze, vagy valami más emberentjük. De azért ott érezhető, hogy szándékosan túltolták. Fogytan a lőszer. Oké. Van esetleg itt valami felnyitható. Mi nagyon közel vagyunk. Egyáltalán hány titkos hely van ezekben? 7. Ajjaj. Hú, ott van a bag of holding. Eldobott egy könyvet. Halleluja. Valamíg van egy... Trónszékek. Ó, a zöld kulcs. Nézzed. Egyáltalán nem lepődtem már meg. Thank you.
dögletök már meg. Ideje lenne már. Golyók! Én lettem hirtelen a golyó király. Volt egy ilyen játékom click and play-jel, már talán meséltem róla. Olyan régóta tart a csatornám, már azt sem tudom, hogy miről meséltem, miről nem. Annyi történt már az életem során. Na igen, itt van egy ilyen szarházi, ezt nem tudom, meg kéne ölni valahogy. Meg ott ilyen, ezek a tűzdobálók is, lények is ott vannak. Na mindegy, hát megvan a zöld kulcs, úgyhogy akkor menjünk erre tovább. Meg megvan most már a Bag of Holding is. Ez is egy előnyös dolog. Ajaj. Tulajdonképpen most oda lyukadtunk ki, ahonnan lőttek azok a tűzdobáló gargoylok. Vagy ez egy másik hely? Jajaj. Telibe lőttem. Pedig csak véletlenül lőttem el abba az irányba egyet. Na. Tessék megpusztulni. Ez az. Igen, egyébként a negyedik epizód első pályáján ott az volt a probléma, véleményem szerint, hogy ott az már szándékosan úgy van tervezve, hogy ne legyen elég muníció. Tehát ott nem állhatsz le mindenkit ledarálni, mert egyszerűen el fog fogyni a töltényed, és akkor kritikus helyzetekben meg ugye már nem lesz. Nekem ez a benyomásom. Tehát vagy az van, hogy tényleg az ilyen könnyen elintézhető ellenfeleket bottal ütöd, szó szerint. Meg ugye ezzel a kesztyűvel. Tehát ez egy opció. Csak hát az ugye sok időbe telik. De egy más lehetőséget nem nagyon látok amúgy. Hú, nem tudom, hogy jól vagytok vele, de most ez a nyár eléggé bedurvított, és még csak most jön a java. És egyfolytában szombias vagyok. Nem is nagyon eszek. Ajaj. Ő azért túlzásra nem eszek, de... Szóval, hogy annyira nem kívánom most a kaját. Most egyébként tervezek újra elkezdeni edzőterembe járni. Na most így úszni járogattam BVSC-ben, még van is egy pár bérlet alkalmam, azt el is fogom használni. De utána edzőterem. De most ugye tényleg sok folyadékot iszok, kevesebbet eszek, és így hát, hogyha sikerülni fog végre a fogyás. Legalább valamennyit leadni most így a nyár folyamán. Igen, sajnos vannak itt ilyen izék is. Iron Lich-ek. Plusz ezek a kedvenc ellenfeleink, díszparilosok. Igen, ott valaki írta egyébként, hogy azon a pályán azt kellett volna, hogy infightot kezdeményezek. De ez nem lehetséges szerintem, mert... Ez úgy lehetne megcsinálni, hogy... díszparil mögé kerülök, és akkor hagyom, hogy lőjék. De az a baj, hogy ha egy bizonyos idő után, hogyha közel kerülök, hozzá, hogy egyből elteleportál. Egyből elteleportál, tehát mire a lövedékek megérkeznének, az ellenfelek lövedékei addigra már nincs ott. Tehát ezért nem lehet infightot kezdeményezni. Egyébként ja, a végén azért döglik meg, mert amikor már halottak vagyunk, akkor már ugye nincs más ellenfél a pályán, akit támadhatnának, és akkor igen, összeinfightolnak. Ez szerintem valami bug. Játékbéli.
Sajnos ezt menet közben nem nagyon lehet előidézni. Ja, de jó, az... kipurcannak ezek. Kilapulnak, mint a lapulevél. Apu! Van lapu! Na, jó, ez megvan. Meg valószínűleg az sem véletlen, hogy ezek a Disparil hívők, ezek ilyen Dragon Claw lőszert dobnak. Valószínűleg nem véletlen ez sem. Na várja? Mert ugye ez a lövedék egyből ott van. Plusz ugye ez a lövedék is olyan. Na várja, most akkor kicsináljuk ezeket a Iron Leech-eket. Ez rendkívül hatékony. Kipurcant mindenki. Igen, ez messze nem olyan nehéz ez a pálya, mint a negyedik epizód első pálya. Ugye több cucc van lehelyezve, azért ez is sokat segít. Ja, igen, elnézőbb volt a pálya design. Ez hol visz? Anyád! Puk! Durranni fogsz. Jól bírja. Repülni is tudunk. Meg is nézem, hogy ez hol visz. Aha, gondoltam. Itt még milyen jó, hogy kiírtottuk azokat a lényeket, mi? Itt most komoly harc elé néznénk. Tökre nyilvánvaló, egy 200-as pajzs, halleluja. Ez hol visz? Úgyné. Jó, hát mondjuk ez egy titkos pálya, tehát általában a titkos pályák jellemzőek, vagy van egy olyan jellemző vonásuk, hogy tele vannak lőszerrel, fegyverrel, tehát lehet, hogy ezért ilyen ez a pálya. Ugye talán hány titkos pálya, még kettő van. Igen, tehát itt már jártunk, jó. Valahogy ide is fel lehet jutni. Hmm.
Jajj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 aj
Erős, hallod, ez a fegyver. Jaj! Még egy szél bent volt. Egy béla szél. Ja. És akkor is ez a pálya vége. De még azért már nézzünk körbe egy kicsit, mert még van kettő titkos hely. Azért azt még jól lenne megtalálni. Bár mondjuk igazából teljesen mindegy, mert ez most egy olyan pálya, hogy ugye ide már, innen már nem minden fogunk tovább haladni, hanem ugye folytatni fogjuk a negyedik epizódot. A negyedik epizód béli szenvedéseinket. Érdekes pálya design. Azt ugye tudunk repülni, azt ne felejtsük el. Szerintem valahol itt lesz. Igen, ez nagyon gyanús. Aha. Alright. Na és akkor mi van? Még egy van. Oh yeah. Ki van maxolva a pálya? Még van 5 ellenfél. De most ugye azokkal nem foglalkozok különösebben. De csak a tárgy, de főleg a secret számra megyek. Meg ugye a tárgyaknak a felvételére. Azok úgy már legyenek meg, de az sem annyira lényeges igazából. A legfontosabb a secretek, hogy ezt találjuk meg mindet lehetőleg. Ide úgy lehet bejutni amúgy. Nem is számít secretnek, vagy... Nem tudom, hogy lehet oda... Fogja bejutni. Ugye van egy elképzelésem éppenséggel, hogy ezt a forgószelet bekapjuk, amit egy ilyen idézelő, és lehet, hogy át tud jönni azon a kis zárt kerítésen, akkor lehet, hogy azzal fel tudjuk magunkat repíteni. Igen. Na ez volt, ez a pálya, kedves testvéreim. Remélem, hogy tetszett. Látjátok, nem hagyok én ki semmit. És akkor a következő rész az ugye folytatódik a negyedik epizód másik pályától. Aztán majd a díszpáril ütközetet is valamikor újra felveszem, mert nem akarok, nem szeretek alul maradni. Na, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Vigyázzatok magatokra, iratkozzatok fel a csatornámra, és akkor várjátok a következő részt, nem sokára eljön. Sziasztok! Hogyha nem nézed meg ezt a videómat, a fenekedbe fogom szúrni a vasvillámat. Szereted nézni, ahogyan mások játszanak videójátékokkal? A 90-es évek szerelmese vagy? Netán egy zöldfülű újszülött, akinek minden vicc új. Retro és modern számítógépes játékok végigjátszásával foglalkozok. Lehet nekem kérdéseket feltenni, illetve jókedv és kacagás jellemzi a videóimat. Én Oszkár vagyok, gyere és iratkozz fel a csatornámra, nem fogod megbánni.